Ajánlási hivatal létszáma 2016. december 31-én 90 fő volt, ez január 1-től 109 főre változott az új feladatok ellátásához. 90-ről 109-re nőtt a gyulai járási hivatal munkatársainak száma, a több ember persze több feladatot is jelent, derült ki Gulyás Imre hivatalvezető szavaiból. Január 1-től a kormányhivatalok elsőfokú feladat és hatáskörei a járásokhoz kerültek. Ezek többnyire a feladatot ellátó tisztviselők és az infrastruktúra átadásával is jártak. A gyulai járás egy új osztállyal bővült. Eddig a 7 osztályos szervezeti felépítésünk 8 osztályossá alakult. Az új osztály a nyugdíjbiztosítási osztály, amely eddig kormányhivatali szinten működött. Ez január 1-től 2 járási hivatal került át, a Békéscsabai járási hivatalhoz, illetve a Gyulai járási hivatalhoz, esetünkben 3 járás illetékességi területére kiterjedően, a Sarkadi, a Gyulai, illetve a Mezőkovácsházi járás feladatait látjuk el. A számos változás között említést érdemel, hogy nőttek az élelmiszerlánc biztonsági és állategészségügyi osztály feladatai, bővült az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységek köre a Kossuth utcába költöző építésügyi osztályon. Gyulán a hatósági és gyámügyi osztály jár el az áldozatsegítéssel és jogi segítségnyújtással kapcsolatos ügyekben. A kormányhivataltól a járási népegészségügyi osztályhoz kerültek a fogyasztóvédelmi ügyek. Újdonság, hogy a Nemzeti Energetikai Hálózat gyulai irodája 3 járás, a gyulai, a szeghalmi és a sarkadi területét fedi le, a kormányablakokban pedig már 1567 féle ügyben járnak el. A változásokkal kapcsolatban pontos és hivatalos információt a békésijárások.hu oldalon találnak az érdeklődők.